Hú, elfáradt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban megint egy kicsit az írásról lesz szó, ugyanis... Valamikor márciusban készítettem egy videót arról a könyvről, vagy hát könyvsorozatról, ami jelen pillanatban dolgozom. Azt ide valahol belinkelem, mert sose tudom, hogy melyik oldalra kell, mindegy, valahova ide föntre belinkelem. És annak kapcsán gondoltam, hogy akkor most megint egy kicsit belemegyek az írásba, de kicsit úgy, hogy erről a könyvről beszéljek konkrétan. Így a mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy mi volt a folyamata, még eljutottam odáig, hogy megírjam azt a könyvet, vagyis hogyan készítettem elő a könyvet, tehát hogy milyen előkészületeket tettem, mielőtt elkezdtem volna konkrétan megírni a könyvet. Van egyébként egy hasonló videóm, majd mindent mindenhol belinkelgetek, de van egy írás lejátszási listám is a csatornán, és abban van ilyen, hogy tippek íráshoz, amiket én hasznosnak találtam így, ahogy felfedeztem magamnak, és valamennyire a kettő most átfedésben lesz, de most konkrétan erről a könyvről, a mély titkairól fogok beszélni, amiről már csináltam videót, szóval ez egy ilyen folytatása annak a videónak, mondhatni. Ebben a videóban tehát az első lépéseitek, a mély titkainak megírásának első lépéseiről fogok most beszélni. Szóval, hogy én kitaláltam, hogy akarok írni egy ilyen young adult fantasy kaliberű könyvet. Kb. És hát sokáig gondolkodtam azon, hogy akkor ez most hogy lehetne, mi legyen a fő történet szál, milyen szereplők, meg ilyenek. És igazából amiről most itt szó lesz a videóban, az, hogy az írás előtt így tényleg mi mindent csináltam, mielőtt tényleg nekiültem volna a könyvnek. Mert nagyon sokáig visszatartottam magam attól, hogy leüljek, és elkezdjem konkrétan írni, mert tudtam, mit akarok beleírni ott az elejét, a leges legelejét, konkrétan tudtam, hogy akarom elindítani, és ez a legeleje nagyon sokáig benne volt a fejemben. Szóval az első fejezet az úgy van kidolgozva, és föl is tettem a honlapomra, le is linkelem a leírásban, minden mindenhol megtalálható. Szóval azt úgy írtam meg, hogy az már nagyon benne volt, az nagyon ki volt dolgozva a fejemben. De addig nem írtam le, amíg nem dolgoztam ki minden mást is a könyvhöz úgy nagyjából, hogy legyen egy átfogó képem, hogy mit akarok a történetben, hogy történjen. Tehát beszélek itt a történetnek a nagyjábolos vázlatáról, a térképről, amit a világhoz készítettem, a világépítésről, amit így nagyjából lejegyzeteltem, az ilyen... mi az? Közigazgatási rendszerek, meg mágia rendszereknek így a nagyon átfogó lejegyzetelése, és igen. Szóval nagyjából ezek voltak azok, amiket kidolgoztam, mielőtt leültem megírni konkrétan a könyvet. Elsők között, amikor így megvolt, hogy mi legyen nagyjából a sztori, akkor első dolgom az volt, hogy a fő karaktereimet kidolgoztam. Hogy ne csak így becsapjak, és így random legyenek benne dolgok, hogy most így nem tudom útközben kitalálni, hogy a főszereplőknek így milyen háttér dolgaik vannak. Meg lehet azt is csinálni egyébként, mert csináltam már azt is, de úgy nem tudom, valahogy biztonságos, úgy valahogy egyszerűbb elindulni, egyszerűbbnek találtam úgy elindulni az írás mentén, hogy tudtam milyen dolgokat, amik így ott voltak, hogy segítsenek, hogy ez így van. Szóval ezt bele tudom már írni. Szóval először kitaláltam a szereplőknek, a főszereplőknek a nevét, hosszas kutatás után, hogy kire milyen név illik, mert én nagyon szeretem azt csinálni, hogy minden szereplőnek a neve az olyan legyen, ami, tehát hogy a név jelentése jellemezze a karaktert magát is, úgyhogy ezt sokáig kell keresni, mire találok egy olyan nevet, ami jellemzi a karaktert, és tetszik is. Ugye ilyen átfogó adatlapot készítettem mondhatni hozzájuk, hogy kor, családi háttér, akkor nem tudom, ilyen nagyjából elősztori, körülbelül egy-két dolgot, amit így fontos tudni az ő hátterükről, hogy azt tartsam én is észbe, amikor írom a könyvet, hogy azt ne változtassam meg, mert a karaktereknek ezek ilyen alapdolgai, hogy ezek meghatározzák őket. Akkor írtam azt hiszem ilyeneket is abban a jegyzetben, hogy az egyes karaktereknek majd a történet során milyen kapcsolatrendszere alakul ki, tehát hogy ki egymáshoz milyen viszonyban van, hogy bírják egymást, meg ilyenek. Meg honnan ismerik egymást, hogy találkoznak,
ilyesmiket leírogattam, amiket így előzetesen nagyjából kitaláltam már fejbe, de hogy leírtam egy helyre, hogy tutira meglegyen, és ne az legyen, hogy mire odaérek, hogy használnám azt az információt, és elveszett. Éjszakik a telefonom. Há, ez megint hosszú videó lesz. Nem akarok soha ilyen hosszú videókat fölvenni, de aztán annyit beszélek, hogy hosszúak lesznek. Ja igen, és ilyen alaptulajdonságokat kinézetre is, hogy hajszín, szemszín, hosszúság, öltözék, kb. Mit szeret csinálni, kb. Mit nem. Tehát ilyen... most nem úgy néz ki, de értitek, kb. Egy Facebook profil elkészítése, vagy ilyesmi. Második dolog. Megvoltak a szereplők, tök jó. Másik dolog, amit még előzetesen csinált, meg. Az a térkép maga. Én készítettem egy térképet ez az egész sztorihoz, mert szeretek térképeket rajzolni, mert szeretek új világokat alkotni, és most nem vettem elő külön a térképet, majd ide beillesztek róla képet. Na most legelőször nem rajzoltam egy kidolgozott konkrét térképet, hanem csak csináltam egy nagyjábolos vázlatot, hogy azért mindjárt rátérek arra a pontra, hogy amikor a történetnek, magának, a cselekménynek a vázlatát írtam, akkor előttem föl tudjam szedni a térképet, és akkor lássam, hogy aha, nagyjából mi hol történik. Volt egy ilyen tök random térképvázlatot, tényleg fölrajzoltam magamnak, hogy aha, körülbelül ez lesz a körvonal, határokat behúztam, mindent, hogy meglegyen, és akkor mikor odaértem, most kicsit ezzel ugye összevonom a következő pontot, de azt majd mindjárt részletesebben. Tehát amikor odaértem, hogy a történetnek így az alapvázlatát fölvigyem, akkor ugye néztem a térképet, hogy honnan megyünk, hova, és akkor az is már ott úgy segített, hogy miközben írom a vázlatot, ki tudjam jobban dolgozni, hogy körülbelül mi mennyi napot vehet igénybe, meg mennyi időt, meg merre mennek, tehát ugye hogy azért annak is van jelentősége, hogy mi hol fog történni. A térképet csak azután dolgoztam ki, tehát hogy ide most be fogom majd tenni ide az előzetes vázlat térképemnek a képét, utána meg majd rá a rendes térképnek a képét, tehát hogy azért látszik, hogy majd, hogy a kettő között vannak különbségek. Valahogy úgy szoktam dolgozni, hogy valamennyire tehát, hogy nem találom ki előre, hogy fog kinézni a térkép, meg hogy mi hol van, hanem általában, amikor a térképhez kerül a sor, akkor így van egy-két elképzelésem, hogy mi hol legyen, és utána így leülök, random megrajzolom, és utána valahogy a cselekmény meg a térkép így hatnak egymásra. Szóval, hogy így befolyásolják egymást, ha ez így érthető. Nem szoktam annyira nagyon kidolgozni, hogy annak majd ott kell lennie, hanem így tényleg van egy nagyjából kép, ami valahol arra fele legyen, az meg ott, és akkor ott a hozzávezető út meg az ilyenek, azok így alakítják magukat. Ami jön, tényleg úgy szoktam csinálni. A részletes, szép, rendes térképet azt utólag csináltam meg, amikor már elkezdtem írni a könyvet, addigra lett kész a térkép. Könyv megírásával vártam addig, amíg rendesen ki nem dolgoztam a térképet. Mert ugye mikor már konkrétan írtam a könyvet, akkor már konkrétan a térkép mentén kellett haladni, hogy tényleg tudjam, hogy pontosan méricskeltem mindig, hogy kitaláltam, hogy két pont között mennyi eljutni egyik A-ból B-be, mennyi idő eljutni, és akkor utána ott azért nézegettem a méreteket, hogy nagyjából ne az legyen, hogy az egyik fejezetben megtesznek, nem tudom, ennyi helyet a térképen 20 perc alatt, a következőben meg ennyi helyet, mennyi, ekkora távolságot tesznek meg 3 nap alatt, tehát hogy ebből a szempontból is jó volt, hogy addigra meg volt a kidolgozott térkép. Következő pont a sztorinak a kijegyzetelése. Amit én ennél a kötetnél úgy csináltam, hogy ugye váltott szemszögbe mennek a szereplők, az 5 főszereplő váltott szemszögben narrálja a történetet, és akkor így elindultam, hogy volt egy nagyjábolos képem, hogy mit akarok, hogy történjen, és így fejezetenként haladtam, hogy egy-egy fejezetben, egy-egy karakternek a szemszögében mi történik. És akkor így ugye láttam is, hogy melyik karakter, nem ismételtem itt szemszöget egymás után, szóval hogy mindig váltogatom őket. És akkor úgy megvolt mindig az, hogy melyik karakternek kell jönnie, kb. Minek kéne történni, milyen irányba kéne haladnia a sztorinak. Úgyhogy ha elővenném a jegyzetet, amit az írás előtt készítettem, és a kész kéziratomat, és elolvasnám a kettőben, hogy melyik fejezetben mit történik, totál más egyébként. Tehát hogy esetleg egy-két helyen így van ilyen, hogy aha, igen, valami ilyesmi történik ténylegesen a könyvben, de hogy ez tényleg ahhoz kellett, hogy csak annyi mankót adjon nekem, hogy tudjam, hogy merre akarok haladni a sztorival, meg minek kéne benne lennie. És utána ugye, ahogy írtam a könyvet, addigra már egy-két helyen voltak ilyen nagyobb kidolgozások, és időközben is néha jönnek ötletek, szóval olyankor vannak korrigálások.
de legalább volt egy átfogó képem a végére a teljes könyvről, hogy hány fejezet, melyik fejezetben minek kéne történnie, merre haladok, és főleg akkor segítség, amikor ugye át kell kötni két részt. Tehát tudok két fő eseményt, hogy mit akarok, hogy történjen, de a kettő között nem lehet csak így A-ból B-be átugrani, anélkül, hogy a kettő között valami átkötés történjen. És ugye ott is legalább tudtam, hogy melyik szereplőkkel, meg ilyen mellék dolgokat, miket akarok még közölni. Oké, egyéb jegyzetek, amiket még így elkészítettem írás előtt. A közigazgatási rendszer. Hát most, hogyha bevágom majd a térképet, azon valamennyire látszódni fog, hogy itt ilyen valami rendszer van. Mindegy, ezt a, most ezt nem magyarázom, hosszú lenne. Még ettől is hosszabb. Szóval, hogy annak így az alap közigazgatási rendszernek az alap fölépítését leírtam, hogy az előzmény szorít, hogy miért úgy van, ahogy írtam hozzá akkor egy ilyen konkrét előzmény sztori vázlatot, mert nem ilyen könyvszerűen, hanem csak, hogy így a múltban mi történt, milyen esemény volt, és az hogy folyt le, aminek a következménye az, ahol most vagyunk a könyvben, ahonnan én indulok. És ami miatt az egész történet van. Szóval írtam hozzá egy ilyet is, hogy azt is tudjam, hogy konkrétan mi volt az alap, tényleg az alap-alap konfliktusa az egész történetnek, amit kitaláltam. És akkor ugye az is ott le van írva, rögzítve van, és ha elfelejteném, vagy megzavarodnék, hogy valami ott van, el tudom olvasni, és látom, hogy aha, valami ilyesmit akartam ebből kihozni. És a harmadik dolog, amiről még előzőleg készítettem jegyzetet, de arról olyan sok szó nem esik külön, főleg nem az első könyvben, az igazából magamnak ilyen emlékeztető, hogy találtam ki, az a mágia rendszernek a fölépítése, mert ugye az is olyan, hogy nem árt, ha van valami alap koncepciója a dolognak, és nem csak így bedobált, hogy most ilyen meg olyan varázslatokat tudnak csinálni. Ja igen, mert van mágia a könyvben. De szerintem azt a... Ez nem egy akkora... Fantasy könyv. Nem egy akkora meglepetés, na mindegy. Szóval erről is így magamnak, hogy körülbelül ez hogy néz ki. Olyan sok szó nincsen róla, annyira szerintem az első részben annyira nincs róla szó. Tudom azért hasznosítani, meg tudom, hogy a mágia rendszernek az alapjai így legalább le vannak valamennyire fektetve egy külön kis jegyzetben nekem, és akkor azt tudom, hogy az úgy van. Azt úgy találtam ki. És akkor ez is olyan, hogyha eljutok egy olyan pontra, ahol használni kéne az információt, és akkor nem valami random dolgot bedobok, amire soha többé nem fogok emlékezni, hogy én azt oda leírtam, vagy visszaolvasás, hogy hú, de minek írtam ezt le, amikor és soha egyébként nem is használtam. Szóval nagyon szeretem kiszűrni az ilyen történetbeli plot hole, hogy hívjuk ezt. Az ilyen történetben az ilyen lyukakat, hogy ennek sem értelme, meg ennek se. Tehát a történetben konkrétan, a cselekményben az ilyen lyukakat szeretem kiszűrni, és azokra nagyon rá tudok feszülni, hogy az lehetőleg minél kevesebb legyen benne. És akkor, miután ezt a rengeteg jegyzetet elkészítettem, egyébként nagyon türelmetlen voltam, mert tényleg így leültem és írtam, hogy jó, legyenek meg a jegyzetek, hogy azt mondhassam, hogy le van jegyzetelve az egész, van egy átfogó képem, hogy odaülhessek végre írni, mert addig már annyira bennem volt, hogy én ezt a sztorit ki akarom magamból adni, hogy már nagyon, és szerintem körülbelül mire odáig eljutottam, hogy minden megvolt, és így lehetett írni. Ez ilyen belső szabályozás volt, hogy addig nem kezdhetek el írni, amíg nincs lejegyzetelve. 10. és 11. között valahol azt hiszem ott találtam ki, és akkor szerintem 11. elején volt az, hogy igen, mert ősszel kezdtem el írni, és akkor valami olyan napon kezdtem el, hogy iskola nap volt. De így este 11-kor mondom, nem érdekel? Nem bírom tovább, és így felcsaptam a laptopom, és elkezdtem nagyban írni a legelső fejezetet, mert ott volt az, hogy nem bírom tovább visszatartani. Muszáj leírnom. És hát igen. De ugye utána csak előkaptam a kis jegyzeteimet, és az alapján haladtam. És most is úgy csinálom, hogy a további részeit, amiket írok, először mindig kidolgozom a vázlatát a könyvnek. Tehát, hogy mi történik az egyes fejezetekben. Aztán az ugye nincs kőbevésve, bármikor lehet rajta változtatni, de legalább mindig, mikor befejezek egy fejezetet, és így el kéne gondolkodni, hogy hú, mit is akarok, minek kéne történni a következőben, meg merre, hány métert kéne menni. Ott a vázlatom, láttam, és akkor így elolvasom a kis bekezdést, ilyen 3-4 sor szokott lenni egy fejezetnek így az átfogó vázlata. Elolvasom, és így, ja, jó, és írok.
Szóval nekem ez tökre bevált. Én ezt a módszert saját magamon tapasztaltam, hogy bejött. Úgyhogy ez a jegyzetelés, ez nem egy olyan rossz dolog. Csak türelmesnek kell lenni, hogyha tényleg azt akarja az ember, hogy minden legyen kb. Kidolgozva, és akkor utána belecsapunk a könyvbe. Most mondanám azt, hogy dolgozz ki, vagy az sem egy rossz ötlet, hogy mindent kidolgozol részleteig, minden egyes kis apró részletet, mielőtt elkezdesz írni, de most én magamon mindig azt tapasztalom, hogy miközben írok, azért alakítja magát a sztori. Szóval nem tudok előre mindent kidolgozni, mert utána még amikor benne vagyok az írásban, benne vagyok a sztoriban, akkor alakítja magát, és jönnek más ötletek, hogy hát ez így logikusabb, meg ez így jobb lenne, meg így, meg úgy, meg amúgy, szóval nem lehet tökéletesen pontosan kidolgozni előre mindent. Nagyjából ennyi lenne ez a második része ennek a kis írásos videósorozatnak, amiben a mély titkairól beszélek, szóval ez volt a könyv előkészítése, hogy mielőtt elkezdtem írni. Azért remélem néhány hasznos tippet is tudtatok ebből esetleg kiszűrni, de igazából tényleg ez most nem egy ilyen konkrétan erre célzott videó volt, hanem az, hogy ezt én így csináltam. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!